A Mindenki Akadémiája színpadán Endrődi Nagyorsolya, gyermekkorkutató. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kutatásaimban arra teszek kísérletet, hogy a gyermekkor történetben a képeket ugyanúgy használhassuk kutatóként, mint a szövegeket. Hiszek ugyanis benne, hogy ugyanúgy tudjuk olvasni a képeket, mint a szövegeket. Először húzzon mindenki egy szempontot. Ahogy szoktuk, és akkor azt kérném, hogy egy valaki olvassa föl, hogy ő mit húzott. Ori? A foglalkozás erőssége. Aha, mire fogsz figyelni ennél? Hát a motivációra, vagy a differenciálásra, hogy adja meg a Noémi. Uh-huh. Hospitálás a zuglói Zöldlurkó óvodában. Endrődi Nagyorsolya leendő óvodapedagógusokkal egy hallgató vizuális foglalkozását követik nyomon, amelyet aztán majd együtt kielemeznek. Orsolya 2012 óta tanít a főiskolai karon, de korábban maga is dolgozott óvónőként. Kutatásainak középpontjában a gyerekek, a gyermekkor történet áll. Ezen a karon minden olyan dolog, ami érdekel, egyesül számomra. Tehát gyerekek közt lehetek, fiatalok közt lehetek. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy töltőre rakom magam, amikor az óviba jövök. Talán ez a legszebb része a munkának. Orsolya gyerekkorában Bermuda háromszög kutató, majd egyiptológus szeretett volna lenni. Már fiatalon különleges vonzalmat érzett a művészetek, főként a festmények iránt. Szülei mutatták meg neki, hogy a múzeumok nem csak unalmasak, porosak lehetnek egy gyermek számára, hanem kalandokat is rejthetnek. Szüleim körbehurcoltak minket Európában, amikor lehetett menni. Volt olyan például, hogy a Louvre-ba utolsó percben, a zárás előtt egy órával érkeztünk, és még körbe rohantunk, és ez akkora hatást tett rám mindig, amikor egy-egy múzeumba mentünk, hogy abban biztos voltam szinte, hogy képekkel szeretnék foglalkozni. De éreztem, hogy én nem úgy állok a képekhez, mint egy művészettörténész, hanem valami mást próbálok benne látni. Magyar tanár lett, majd kommunikáció szakot végzett. Gyakornokként a Magyar Rádióban dolgozott, ahol akkoriban olyan fiatalokat kerestek, akik szívesen tudósítanának fontos eseményekről Japánból. Mivel Orsolya szüleinek több japán barátja is volt, és érdeklődött a keleti kultúra iránt, belevágott ebbe a különleges kalandba. Tulajdonképpen a magyar rádiós tudósítások, azok nem töltötték ki az időmet, nagyon sokat utaztam, mindig küldtem valamilyen kulturális vagy művészeti jellegű anyagot, de mellette főállásban kvázi óvónéniként tevékenykedtem ként. A szülőkkel japánul beszéltünk, tehát azért 5 év alatt viszonylag egy ilyen hétköznapi szinten meg lehetett tanulni. Beiratkoztam az egyetemre is, hogy ott kurzusokat hallgattam, tehát úgy igyekeztem egy picit pallérozni a nyelvtudást. Időutazásra invitálom Önöket előadásomban, a képek segítségével kísérletet teszünk arra, hogy megnézzük, hogy szerették elődeink gyermekeiket. Endrődi Nagyorsolyát gyerekkorában édesapja fogta kézen, és vitte el a Képzőművészeti Egyetemre, ahol egy festőművésztől tanulhatott. Majd később rajzművészettörténet tagozatra járt a Teleki Blanka gimnáziumba. Évek múlva, miután Japánból hazatért, az egyetemen kezdett érdeklődni a neveléstörténet, azon belül a gyermekkor történet iránt. Professzora Szabolcs Éva mutatott neki olyan festményeket és képeket, amelyek nagy hatással voltak rá, és közelebb vitték ahhoz, amivel most is foglalkozik. Azt éreztem, hogy valahogy ezek a képek engem nagyon hívnak, különösen Bruegel festményei fogtak meg, és azt láttam, hogy nem igazán van földolgozva még, tehát hogy a gyerek és a kép felől nem közelítenek még a kutatók annyira ehhez a területhez, mindenki a szövegekkel foglalkozik inkább. Orsolya gyermekkor történeti ikonográfiával foglalkozik. Több szempont alapján vizsgálja, hogy a vizuális dokumentumokon, egy festményen vagy akár egy fametszeten ábrázolt gyermek milyen kapcsolatban van a külvilággal, a többi emberrel. Ebből próbál következtetni arra, hogy az adott korban milyen lehetett a gyermekek élete. A kutató munkáját a különböző művészeti stílusok is befolyásolhatják.
gótikus festményeken, vagy a kora reneszánsz képeknél még megfigyelhetjük azt, hogy nagyon erőteljesen az egyházi kánon alapján készül el egy Madonna ábrázolás, de körülbelül már így az 1400-as évek közepe felétől találunk olyan képeket, ahol akár egy szent tematikájú képen is megjelenik például egy játszógyerek, mondjuk egy keresztvitelen. De alapvetően, ami nagyon izgalmas, hogyha hétköznapi gyerekeket találunk, tehát nem feltétlenül a kis Jézusnak az ábrázolását. Itt például idősebb Peter Bruegel egyik festményét láthatjuk. A művész magát is több alakban odafestette a képre, és gyerekeket is szívesen ábrázolt. Ezen is legalább 3-4 gyereket látunk. Van, aki éppen eszik, harabdál valamit, van, aki fára mászik, és van, akinél valamilyen játékszer van valószínűleg, amit használhatott akár egy hétköznapi tevékenységként, és látjuk azt, hogy az apával vagy anyával milyen viszonyban lehetnek a gyerekek. Tehát ő meseország számunkra. A gyermekkorkutatónak és férjének Tibornak egy lánya van, Jázmin, aki most 8 éves, és akkor született, amikor Orsolya épp a disszertációját írta. Ezért sokszor magával vitte a múzeumba. Sokszor az volt, hogy a férjem dolgozott, én pedig ott volt a lehetőség egy csomó izgalmas múzeummal, úgyhogy vittem magammal, ő kvázi ebben nőtt fel. Nagyon élvezi mindig a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, nagyon sokszínűek, és azon keresztül ismeri meg a képeket. Orsolya tavaly megkapta az új nemzeti kiválóság posztdoktori fiatalkutatói ösztöndíját, nemrég pedig meghívták Madridba, ahol a Prádó Múzeumban tartott előadásokat. A színpadon Endrődi Nagy Orsolya. Témája gyermekkép, vizualitás a gyermekkorkutatásban. A gyermekkor történeti ikonográfia egy viszonylag új tudományterület. Tulajdonképpen a képelmélet és a gyermekkor történet határán található. Hiszek benne, ahogy mondtam, hogy a képeket olvasni tudjuk, ugyanis képességünk van arra, hogy ha valamilyen gondolatot meghallunk, akkor mentális képként, valami belső képként felidéződjön bennünk az a gondolat, valamilyen korábbi emlékképet hívjon be az agyunkba. Ezekkel a belső képekkel folyamatosan dolgozik az agyunk, és hogyha bármilyen külső hatás éri, akkor a korábbi képekkel összehasonlítja. A képi fordulat azt jelenti a kutatásban, hogy a kutatók most már minden tudományterületen, akár az orvostudomány területén, akár a társadalomtudományok területén, humántudományok területén, elsősorban a bölcsészeti kutatásokban bátrabban mernek nyúlni a képek vizsgálatához. Most már nem csupán a művészettörténetnek a privilégiuma a képeknek a kutatása. Így hát azt gondoljuk, hogyha ez a bizonyos képi fordulat végbe fog menni a társadalomtudományi és bölcsészettudományi kutatásokban, akkor a művészettörténészek és a képekkel foglalkozó kutatók a középpontban fogják magukat találni, és más disziplináknak, más tudományterületeknek fognak tudni segíteni. Itt a mögöttem látható szlájdokon jól látjuk azt, hogy Szűz Mária és a kisgyermek ábrázolásánál Mária gondosan odafigyelve Jézusra fordítja tekintetét, átöleli. És nagyon érdekes még azt megfigyelni, hogy ugyanakkor egy ilyen nagyon szoros pólya veszi körbe a kis Jézust. Erről a pólyáról fogok majd még mesélni a továbbiakban. A festészetben körülbelül a reneszánsz idejétől használhatjuk előszeretettel a gyermekkor történeti munkákban a képeket a kutatásainkhoz, ugyanis ebben az időszakban hiába még dominál a Szűz Mária gyermek Jézus típusú ábrázolás, mégis ezen már nem az egyházi kánon szerinti festészeti mintákat találjuk, hanem nagyon sok esetben megfigyelhetjük a kor divatját például, vagy egy gyermekgondozási szokásra láthatunk példát, mint ahogy ennél a képnél is ezt észrevehetjük. A hermeneutikai folyamat azt jelenti, hogy a képeket értelmezzük, és ehhez az értelmezéshez különféle módszereket használhatunk.
Ervin Panofsky volt az első olyan kutató, 1939-ben jelent meg az ikonográfiai munkája, amelyben azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy először leírjuk a képeket, és utána megfigyeljük, hogy milyen szimbólumok vannak, majd összegezzük ezt a tudást. De ahhoz, hogy az ő elemzési módszerét használjuk, ahhoz egy elmélyültebb művészettörténészi hozzáállás és tudás szükséges. Van azonban például egy olyan módszer, Malcolm Collier-nek a módszere, aki képfüzéreket javasol, hogy készítsünk, összeválogathatunk különböző képeket, és az intuíciónkra hallgatva is tudjuk elemezni ezeket a képeket. Ugyanúgy összehasonlításokat teszünk, de ugyanakkor már ez a belső intuíció segít nekünk megérteni azokat a momentumokat, amelyeket a képeken látunk. A témakörök, amelyek szerint csoportosíthatjuk ezeket a gyermekkor történeti ikonográfiai forrásokat, többek közt a születés, a halál betegség köré, illetve a játékok köré csoportosíthatóak, valamint a gyermekgondozásra is találunk példákat ezeken a képeken. A jobb oldalon látható miniatúrán például az életkori szakaszok ábrázolását láthatjuk. Puertícia a gyermekkor. A reneszánsz idején és a középkor idején. A puer szó nagyon érdekes, mert a fiú szóból ered, ami nem véletlen, hiszen a fiú gyermekeket sokkal nagyobb becsben tartották ebben az időszakban, mint a lányokat. Már az elnevezés is utal rá, hiszen a lányoknak az a neve, hogy puella, ami a szembogár szóból, a pupilla szóból eredeztethető egyébként. Tehát a puertícia időszaka többféle felosztás lehetséges, de az egyik elképzelés szerint, és ami nagyon széles körben elterjedt a középkor és a reneszánsz idején, 12-14 éves kortól már felnőttnek tekintették a gyermekeket. Ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de alapvetően a biológiai háttérrel magyarázható. A fiúkat ugye birtokmegosztással és a lányokat 14 éves korukban kiházasítással felnőtté avatták tulajdonképpen. Hogyha az emberi életkor szakaszairól beszélünk, akkor az első időszak az ugye a terhességnek az időszaka, a gyermekvárásnak az időszaka. Úgy tudjuk, hogy sebészeti munkákat elemezve viszonylag valamelyes tudással már rendelkeztek a sebészek, bábák arra vonatkozóra, hogy pontosan hogyan is fejlődik a magzata az édesanyában. Nagyon sok olyan ábrázolást találunk a sebészeti munkákban és a bábakönyvekben is, amelyeken ábrázolják például a nehéz fekvési helyzeteket, vagy az ikerterhességet. Hát sajnos ezekben az esetekben, hát a halálozás után ugye a boncolásnál tanulmányozhatták ezeket a különböző fekvési helyzeteket. Tudunk arról, hogy az édesanyákat, bábák rábeszélték akár a császármetszésre is. Erre is látunk példákat a képeken. Hagyományos szülést viszonylag ritkábban találunk a különböző dokumentumokon, de császármetszésre utaló jeleket, akár a Cézár életének ábrázolását, vagy nagyon közkedvelt Antikrisztus születésének ábrázolása, ami szintén egy ilyen eljárással történhet, és hát halandók ábrázolásánál is láthatunk ilyen képeket. Tehát azt tudjuk, hogy a bábák sokszor rábeszélték ugye az édesanyát, mert abban reménykedtek, hogy így legalább a gyermek életben marad. Hogyha erre a momentumra gondolok, hogy egy édesanyja bevállalja a saját biztos halálát, 100%, tehát egy ilyen típusú érzéstelenítés és higiéniamentes szülést nem lehetett túlélni ebben az időszakban, akkor azt gondolom, hogy ez egy ékes bizonyítéka annak, hogy nagyon szerethették a gyermekeiket, és akár még erre is hajlandóak voltak. Volt néhány furcsa gyakorlat. Az ókortól kezdve például több mint 1000 éven át fennállt az a gyakorlat, hogy egészen szoros pólyába tekerték a gyermekeket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kvázi becsomagolták, majd egy szalaggal átkötözték, vagy a másik opció, hogy mint egy mumját végig tekerték.
És tulajdonképpen ez nagyon furcsának hathat a mi számunkra, a 21. századi emberek számára. Nem olyan pólyát kell elképzelni, mint amivel most a kisbabákat pólyázzuk. Itt a festményeken nagyon sok ábrázolását láthatjuk ennek. Tehát ennek mi az oka? És miért mondom én azt, hogy ez pont hogy a szeretetnek a kifejeződése? Hát azért mondom ezt, mert ezzel úgy gondolták, hogy megóvják, biztonságba helyezik a gyermekeket. Nagyon sok embernek szülés után az édesanyáknak közvetlenül a férjükkel együtt ki kellett menni a mezőre. Ott kellett dolgozniuk. Két megoldás van. Vagy magával viszi a gyermekét, és akár valamilyen kaszasuhintás vagy egy élesebb eszköz esetén szegény gyermek megsérül, vagy pedig otthon hagyja. Vagy ugye a mező még az állat is elviheti. Hát mindegyikre megoldást jelentett ez a szoros pólyázás, hogyha egyedül otthon hagyta, vagy az idősebb testvérekkel, akkor biztosította, hogy ne essen ki a bölcsőből, ne tudjon megmozdulni, bármennyire is a mozgás fejlődésében ez visszaveti. Ugyanakkor, ha kivitte a mezőre, sokkal egyszerűbben, egy mozdulattal föl tudta kapni, hogyha veszélybe került a gyermek. Aztán nézzük a szoptatós dajka intézményét. Hát ez az, ami miatt nagyon sokat szokták a középkori reneszánsz, újkor előtti embereket támadni, hogy hogy lehet az, hogy egy édesanya szoptatós dadához adja 3 évre a gyerekét, és nem is látja az alatt. Hát megint csak a megoldás abban kereshető, hogy milyen gyakorlatok vannak, milyen világkép, milyen nézőpont, milyen művelődés történeti háttér van ebben az időszakban. Ugye, hogyha az édesanyának nem volt teje, akkor nem kínálkozott más megoldás, nem volt tápszer, lisztes víz, vagy előrágott étel, vagy egyéb állatoknak a teje veszélyforrást jelentett a gyermekek számára. Tehát a legbiztonságosabb egy olyan hölgynek a felbérlése volt, úgymond, aki a saját született kisgyermeke mellé még egy vagy két kis csecsemőt bevállalt, és őt táplálta a saját tejével. Tehát megint csak azt mondhatom, hogy bármennyire is furcsán hangzik, nem szabad megítélnem a 21. századból ezt a gyakorlatot, és pontosan azt bizonyítja, hogy nagyon szerethették a gyermekeiket. A gyermekkor történeti ikonográfia kutatásának az egyik legnagyobb nehézsége, hogy olyan gyerekeket találjunk, akik valószínűleg tényleg azt a korszakot testesíthetik meg. A szülők valószínűleg tényleg úgy viszonyulnak a gyerekeikhez, mint ahogy abban az időszakban ez szokás volt. Nagyon érdekes a munkának ez a része, mert a különböző kódexekben nagyon sokszor a margon találtam olyan utalást, mely szerint például egy másoló barát, aki ugye nem tesz szüzességi fogadalmat, a gyermekének az édesanyjáról ódákat zeng, hogy ő mennyire örül neki, hogy végre megszületett a kisgyermeke, illetve a kisgyerekről is nagyon nagy szeretettel beszél ezekben az esetekben. Illetve nagyon sokszor a margó mellett valamilyen periférikus helyen találjuk a gyerekeket. Például van olyan ábrázolás egy Krisztus keresztvitel esetén, ezt meg fogom majd még mutatni, ahol egy kisfiú valamilyen játékszerrel, egy kolf nevű eszközzel látható. Egyáltalán nem adná magát ez a lehetőség, abban az időszakban még ugye nem volt, illetve hát egy szent tematikai ábrázolás van. Ugyanakkor az művész, az alkotó megfigyelhette a saját közegében, és oda rajzolhatta, vagy oda festhette azt az adott játékszert, vagy az adott tevékenységet. Hogyha a kelet-nyugati viszonylatban gondolkozom, Ázsiában az figyelhető meg a képeken, hogy a gyermekek harmonikusan, a természettel egységben láthatóak. Például nagyon barátságosan szitakötőt kergetnek, vagy körtáncot járnak. Olyat nem látunk, hogy fűszálat vagy valamilyen virágot letépnének, és olyat se látunk, ami egészen abszurd módon Európában nagyon gyakori, hogy például disznóhólyagot fújkálnak. Illetve olyat is nagyon ritkán látunk, hogy mondjuk fára másznak. Tehát a kétféle szemlélet között az a különbség, hogy míg a keleti képeken, tehát távol-keleten, például Japánban olyan képeket látunk, ahol harmonikusan a természettel egységben találjuk a gyerekeket, addig Európában inkább azt mondhatjuk, hogy mintha mindenféle nyersanyagát a természetnek ki akarnánk használni,
kvázi meg akarnánk regulázni a természetet, ugye érhetne minket a kritika, de minden esetre mindent, ami a természetben fellelhető, mindent felhasználnak játékként. Például az állati csontokból nagyon kiváló korcsolyát tudtak készíteni, vagy szánkót egy nagyobb állatnak az állkapcsából. Az iskolára rátérve érdemes említést tenni arról, hogy már Mezopotámiában is megvannak az intézményes nevelésnek a gyökerei, vagy a Római Birodalomban a Ludus nevű iskola. Ugyanakkor a mai iskola rendszernek az alapjai még később születtek meg. A 16. században például, és a 17. században nagyon sok olyan festmény születik, amely egyértelműen valamilyen iskola kritikát fejez ki. Jan Steennek a képén példának okáért azt láthatjuk, hogy a tanító nem ura a helyzetnek. Körülveszik a gyerekek, vagy nem is figyelnek rá. Van néhány gyerek, aki mintha részegen táncolna az asztalon, vagy elheveredik, és talán alszik, oda se figyel. Ez abból fakadhat, hogy nem feltétlenül az volt a tanító, akinek erre valamilyen képesítése volt, hanem akinek volt egy plusz szobája. Nagyon sokszor ezt lehet megfigyelni a szöveges dokumentumokban, hogy ugyanúgy, ahogy a céhek működtek, ugyanúgy, akinek volt egy plusz szobája, és nem működtetett céhet, akkor oda engedte a gyerekeket, és foglalkozott velük, vagy próbálta őket lefoglalni. Érdekességként említem, hogy Távol-Keleten, ugyan a 19. században, de szintén találunk olyan ábrázolásokat, ahol mondjuk ijeszgetik a tanítót a gyerekek, és nem figyelnek rá. Peter Bruegelnek a munkáit nagyon érdemes megfigyelni, ugyanis a Szamár az iskolában című munkája megint csak egy ilyen iskolakritika. A tollas sipkás tanító a középpontban teljesen tehetetlen, ver egy gyereket, de az a gyerek akkor se fog rá figyelni. Jobbra-balra dülöngélnek olyan gyerekek a képen, akikről nem feltételezzük, hogy bármilyen értelmi szinten rendelkeznének. Furcsa, hogy senki nem olvas, csak egyedül a szamár, aki a kép hátterében látszik. A szemüvege is ott van, azt is maga elé helyezi, és nagyon értelmes tekintetet vág. Hát ez egy óriási nagy kritika. Ezen Bruegel tulajdonképpen a korszakban jellemző iskola kritizálási különböző röplapokat támasztotta alá. Erről a munkáról is lehet tudni, hogy ezt röplapként terjesztették. Majd elérkezünk a 17.-18. század fordulójára, amikor néhány olyan írott dokumentum születik, amelyben már azt jelentik ki a kutatók, hogy a gyermekek ártatlanok. Ugyanis a középkorban például nagyon nagy jelentősége volt a keresztelésnek, hiszen azt vallja a kereszténység, hogy az eredendő bűn átadódik, és ezt minél hamarabb le kell mosni az emberről. Ezért egy ilyen keresztelési kényszer alakult ki. Tudjuk azt, hogyha valaki például halott csecsemőt hozott a világra, sokszor addig pofozgatták, amíg egy kicsit rózsásabb lett a bőre, és akkor meg lehetett keresztelni, mert mintha élne. Hát ez megint csak a szeretetnek volt a kifejeződése, hiszen ez az egy mód volt, hogy az üdvözülést biztosítsák számukra. John Locke volt az, aki azt mondta, hogy tiszta lappal születünk, ezt a tabula rasa elméletének nevezzük, és a festészetben is látjuk ennek a példáit, Joshua Reynoldsnak az Ártatlanság kora című képén, például rózsás arcocskát látunk, hófehér ruhát, és egyáltalán az ártatlanságnak a kifejeződését, ugye a képnek is ez a címe, hogy az ártatlanság kora. Ezzel indulva megfigyelhető az, hogy ettől az időszaktól, már a 18. századtól kezdve, minden esetben ártatlannak, szépnek rajzolják, festik a gyermekeket. A mai gyermekképünkre is ez jellemző. Hogyha itt
belepillantunk egy rajzfilmbe, Kiki a boszorkány futár című filmbe, ami ugye már 20. századi rajzfilm, egy kis japán rajzfilm, akkor egy olyan kislány képét látjuk, aki kényszerűen korán elindul, az a feladata, hogy boszorkánnyá váljon, és kitanulja a mesterségét, elköszönjön a szüleitől, és mint egy mintaként állítja az alkotó gárda a gyermekek elé, hiszen ő tisztelettudó, önálló, megállja a saját lábán a helyét, és ezzel szemben a rajzfilmben látott gyerekek nagyon neveletlenek, nem tisztelettudóak egyáltalán, és Kiki esetén még látunk olyan momentumokat, amiből azt gondoljuk, hogy esetleg játszik, de a többi gyerek semmilyen olyan jelet nem mutat, hogy ő játszana, felnőttesen viselkednek ezek a gyerekek. Összefoglalva elmondható, hogy a mai gyermekképünket meghatározza alapvetően az, hogy azt gondoljuk, hogy ártatlanul születnek a gyerekek, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekről való gondolkodást soha ne a 21. századból ítéljük meg, hanem minden esetben próbáljuk meg megismerni a környezetét, a művelődés történeti vagy a világnézeti hátterét, és ezek után bátran nyúlhatunk a képek elemzéséhez. Köszönöm a figyelmet. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.